9 helyszínen 150-en csatlakoztak Hódmezővásárhelyen a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhoz. A hetedik éve tartó kezdeményezést a Földművelésügyi Minisztérium szervezte meg az egész ország területén. Szombaton és vasárnap tovább folytatódik a nagyszabású szemétgyűjtési munka. Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző vezetésével a polgármesteri hivatal munkatársai is csatlakoztak a Teszed országos akcióhoz, akik a Rárosi út végén található illegális szemétlerakó felszámolásán dolgoztak ma délelőtt. Itt építési törmelékre, állattetemekre, kommunális szemétre, háztartási gépek és régi televízió készülékek maradványaira is bukkantak, amelyeket zsákokba gyűjtöttek. A hódmezővásárhelyeket mindig is érdekelte a hulladék, illetve a tisztaság kérdése. Ez abból is látszik, mivel rendszeresen visszatérő témája a lakossági fórumoknak és közgyűléseknek, mondta a helyszínen Hegedű Zoltán alpolgármester, aki szintén a város határában gyűjtötte a szemetet. A Teszed mozgalom keretében arra vállalkoztunk itt a hivatal dolgozóival, ne csak beszéljünk a szemétről, hanem tegyünk is valamit, hogy kijövünk ide és felszámoljuk ezt a lerakót, de Hódmezővásárhelyen mintegy 150-en csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz. A mai és a holnapi nap folyamán 9 helyszínen lehet szemetet gyűjteni. Bízom benne, hogy ha együtt felszámolunk egy-egy ilyen helyet, talán következőben nem pakolnak ide szemetet, és egy fontos dolog, hogy ebbé tisztábbá tudjuk tenni a városunkat. A civil szervezetek, sportegyesületek, különböző munkahelyek, magánszemélyek és óvodák, iskolák részvételével az egész napon át tartó gyűjtés folytatódott többek között a Hódtóban, Cseri Tamás önkormányzati képviselő vezetésével, de toboroztak résztvevőket Újvárosra is, ahol három helyszínen az olvasókör tagjai, óvisok és iskolások szedték a szemetet ma délután. Nagyon sok hiba van bennünk, fölnőttekben rettenetesen, mert ezt én most a kerékpárút, ahogy ott van, ahogy a kerékpáron mennek, és valamit még reggel, vagy délután, vagy valamit uzsonnára eszik, az úgy azon módon a nejlontasakot, a kiflőzacskó, teljesen mindegy, az ugyanúgy dobja el, úgy ül a biciklin, és dobja el. Érdekes dolog ez, hogy úgy nem gondol arra, hogy ez nem szép dolog. Kilátogatott Kecskeméti Rita önkormányzati képviselő is a Széchenyi térre. Mint mondta, nagy örömére, ha munkáról van szó, akkor is mozdíthatóak a gyerekek. A képviselő az aktuális problémákról is beszélgetett a fiatalokkal. Hódmezővásárhelyen az elmúlt egy évben igazán csúnya és szemetes volt a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környéke, és ez egyre romlott ez a helyzet. Ezért a múlt héten a közgyűlés úgy döntött, hogy ezeket a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket megszünteti, és másképp fogja begyűjteni a szelektív szemetet. Ezt átbeszéltük a gyerekekkel, megígérték, hogy ebben segíteni fognak. Ha valaki úgy gondolja, hogy csatlakozna a holnap és holnap utánig tartó akcióhoz, akkor a Teszed mozgalom honlapján található térképen nézze meg a hozzá legközelebb található pontot, és menjen a megadott időpontokban a számára legszimpatikusabb helyszínre.